Üresek és csendesek a kortárs magyar galéria helyiségei, pedig a magyar művészeti élet kiemelkedő kiállítása nyílt meg. A járvány miatt azonban ezúttal közönség nélkül online. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületek képzőművészeti tagozatának 57 meghívott alkotója mutatja be alkotásait. Amíg a galéria nyitva tarthat, addig mi biztosan folytatjuk a kiállítások szervezését. Mivel tömegrendezvényeket szervezni nem lehet, ezért a hagyományos kiállítás megnyitók átmenetileg átkerülnek az online térbe, tehát az interneten tartjuk meg a kiállítások megnyitóját. Az eddigi kiállítás megnyitóinkon is maximálisan betartottuk a szabályokat, ugyanígy vonatkozik ez a hétköznapi látogatókra is, tehát 6 főnél többen egyszerre nem tartózkodhatnak a Vermes villában. A kiállító művészek szinte minden szint képviselnek a kortárs művészeti élet palettáján. A MOE 8. kiállítását prezentálja Dunaszerdahelyen. Az idei tárlat címe és témája a változások most különösen aktuális. A koronavírus járvány ugyanis az élet minden területén változást hozott az emberek életébe. Az állandóságra törekvő ember tart az ismeretlentől, de igényli a változatosságot, hiszen az állandóság, látszólagos biztonsága monoton egyhangúságát torzulhat. Számos író és filozófus is megfogalmazta már, hogy az élet lényege éppen a változásokban, az új kihívások leküzdésében, a mozgásban van. Megnyugvás és küzdelem egysége az élet, mely egyben örökös átalakulást is jelent. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének kiállítása a városunkból a Szentendrei Mank galériába kerül. A kortárs magyar galériában idén már csak egy kiállítást terveznek. Pézman Andrea november 20-i tárlata is nagy valószínűséggel az online térben nyílik meg.